Köszönöm szépen, tudtam, hogy ez a pillanat is eljön a mai vitában, ezért is nem nyomtam most már az utolsó percben két percest. Itt a több mindenre szeretnék is reagálni, de mindenek előtt szeretném megköszönni minden képviselő társunknak, aki a vitában mai napon ebben a több mint 9 órában részt vett és hozzászólt, és ezt a határozati javaslatot, ezt a politikai választ valamilyen módon megpróbálta ezt hozzászólni, bár az ellenzéki partsorokból nem a témával foglalkozó hozzászólások voltak többségben. Itt az ellenzéki képviselők egymás között lefolytatták az egészségügyi salátatörvény módosításának vitáját, a szociális törvény, oktatási törvény és sok más törvény vitáját lefolytatták. Nem elszóltak hozzá. Ugyanakkor azt gondolom, hogy fontos, hogy erről is beszéljünk. Én csak szeretnék reagálni egy-két dologra, hogy nem Arató Gergellyel kell egyetérteni, vagy nem Európa megreformálásával, hiszen ezt nem ő vetette föl, hanem Orbán Viktor, hogyha itt el szabad vitatni az érdemeket. Úgyhogy Ungár Péter analógiájában azt mondanám, hogy nem szégyen egyetérteni Orbán Viktorral. És ezt szeretném mondani Zé Kárpád Dániel képviselőtársamnak, aki itt az utolsó felszólalásában mondta a közös pontokat, illetve beszélt arról, hogy találjuk meg a vitában azokat a dolgokat is, amiben egyetértünk. Én abszolút egyetértek ezzel, képviselőtársam. Ön is a rendes felszólásában nem most, hanem még egyel korábban úgy jelentett ki maga szerint objektív igazságokat, hogy mi mit csinálunk rosszul, mi működik rosszul, ami az ön politikai véleménye, de hát, hogy nyilvánvalóan ezek sem objektív igazságok, mint ahogy az sem mindig objektív igazság, amit mi elmondunk ebben a házban. Majdnem mindig azért, de... Azt szeretném elmondani, hogy például a kapcsolódási pontok, szerintem az ellenzék történelmi hibát vét, nem az én tisztem az ellenzéknek megmondani, hogy hogyan politizáljon, de történelmi hibát vét azzal, és itt vannak a kapcsolódási pontok, hogy Orbán Viktor a miniszterelnöki székfoglaló beszédében, a Tusnádfürdői beszédében, és most a nyáron több alkalommal bejelentett, elmondott egy víziót 2030-ig Magyarország jövőjéről, Magyarország fejlődéséről, amiben szerintem olyan dolgok szerepeltek, amivel önök is jó szívvel egyetérthetnek. A demográfiai kérdések, a családtámogatás, a Kárpát-medence újjáépítése, infrastrukturális javítások. Azt gondolom, hogy ehhez a vízióhoz az ellenzéknek csatlakoznia kéne, és akár módosító javaslatokkal, ez nem egy konkrét szöveg, most ez egy vízió, akár módosításokkal, akár politikai véleményekkel segíteni ezt a víziót, mert ez például egy olyan csatlakozási pont, amiben sok közös pont van, amiben sok mindenben egyet tudunk érteni, és ehhez a vízióhoz kellene önöknek is valamilyen módon hozzátenni azt, amit felelős ellenzékként hozzá tudnak tenni a mostani helyzetből, hiszen ebben ez ciklusokon átívelő tervről van szó, úgyhogy én azt gondolom, hogy ebben szerintem fontos szerep van. Nem tudok elmenni amellett szó nélkül, hogy Varga Dam Andrea azt mondta, hogy hát most mi azon vitatkozunk, hogy megvolt-e a kétharmad, nem volt meg a kétharmad, eljárás körüli bizonytalanságokkal foglalkozunk, és ön azt mondta, hogy ha 20-30% is lenne, aki ezt elutasítja, az is sok, és akkor is szomorú lenne. Hát az önök politikáját ennél sokkal többen utasítják el. Úgyhogy azt gondolom, hogy ne ezekkel a számokkal mérjük le ezt a teljesítményt. Mi azt gondoljuk, és szerintünk ez így van, hogy az következő 8 hónap, május 26-áig az EP kampány az igenis a bevándorlás kérdéséről fog szólni. Akár tetszik önöknek, akár nem. Érdemes kitalálni egy szilárd álláspontot, érdemes fölvenni ebben a témában is egy olyan pozíciót, ami vállalható az önök választói előtt, hiszen az EP kampány erről fog szólni. Azt látjuk, hogy ezek a töréspontok, azt látjuk, hogy az Európai Unión belül ezek jelentik a megosztottságot pártok, szervezetek, népek, kormányok között. És mi sem mutatja jobban, itt nem régi adatokkal szeretnék jönni, itt nem 2015-ös javaslatokkal. Két dolgot szeretnék idehozni, hogy mi sem mutatja ezt jobban. Szeptember 12-én az Európai Bizottság egy tájékoztatást rakott közzé a honlapjára, amiben olyan dolgok voltak leírva, hogy a legális migrációs utak lehetőségének bővítéséről beszéltek, 50 ezres tagállami áttelepítési programokról beszéltek, olyan biztonságos migrációs útvonalak létrehozásáról beszéltek, amikkel szeretnék ők bővíteni a mostani migrációs lehetőségeket. Ez szeptember 12-i Európai Bizottsági dokumentum. A másik ilyen momentum, amit még ide szeretnék idézni, az Dimitris Avramopoulos ENSZ beli nyilatkozata New Yorkból, ahol konkrétan elmondta, hogy a határvédelem menedzselése számukra azért fontos, mert így biztosítani tudják a bevándorlók beáramlását,
így el tudják görgetni az akadályokat a bevándorlók beérkezése elől, és azt is mondta, hogy felszeretnék gyorsítani, sürgetni szeretnék az áttelepítési programok végrehajtását. Ezek nem évekkel ezelőtti dokumentumok, ezek egy szeptember 12-i bizottsági tájékoztató és egy múlt heti ENSZ beli biztosi nyilatkozat. Azt gondolom, hogy ezekből teljesen világosan látszik, hogy az Európai Uniós kampány, az Európa Parlamenti Választás kampánya a bevándorlásról fog szólni. Mi ezért is gondoljuk azt, hogy a mostani bizottság, a mostani brüsszeli vezetés és a mostani parlament helyett egy bevándorlást ellenző brüsszeli többségre van szükség, aki meg tudja védeni Európa határait, aki meg tudja védeni Európa polgárait, és aki Európa biztonságát garantálni tudja. A most előttünk fekvő határozati javaslat, amelyet Gulyás Gergely miniszterúrral, Kocsis Máté frakcióvezetőrrel és Böröc László képviselőtársammal nyújtottunk be, ez egy politikai válasz, egy politikai támadásra. Ezt mi sose tagadtuk. Önök ezeket vádakként próbálják megfogalmazni, hogy ez csak egy politikai dokumentum. Mi nem tagadtuk, hogy ez egy politikai válasz, és szerintünk politikai választ kell adni egy ilyen politikai támadásra. A dokumentum egyébként visszautasítja az összes rágalmat, erről már korábban beszéltem. Szerintünk igaz, hogy el kell ismerni, hogy a dokumentumban van egy igaz pont is a sargentini jelentésben, ez pedig azt mondja a sargentini jelentés, hogy megvédjük a határainkat és nem engedjük be az illegális migrációt. Ez igaz, konkrétan ezt csináljuk, tehát elismerjük azt, hogy Judith Sargentini ezt teljesen jogosan és jogszerűen írta le. Azt látjuk, hogy mindenképpen előre meg volt írva az ítélet, mindenképpen el akarták ítélni a bevándorlás ellenes Magyarországot, ezért nem csak a jelentés hazug, hanem a szavazás is jogszerűtlen volt. Bármit állíthat Varga Damandra a képviselő asszony, hogy 2004 óta így zajlik az Európai Parlamentben a szavazás, a hétköznapi, mindennapi szavazás. 2004 óta vagyunk mi a részesei, és a magyar képviselők azóta ülnek ott, ezért mondom azt az időtávot, így zajlanak a hétköznapi, mindennapi szavazások. Ugyanakkor az Európai Unió alapszerződésében a speciális szavazásokról is szó van, ahol az az angol szókapcsolat szerepel, hogy votes cast, tehát a leadott szavazatok. És a speciális szavazások, mint amilyen a 7-es cikkely szerinti eljárás szavazása, ott az összes leadott szavazatot kell számolni, ami az igen, a nem és a tartózkodás, hiszen le lehetett adni tartózkodó szavazatot is, ahogyan az önök képviselője is ezt tette. Egy tartózkodó szavazatot adott le, tehát le lehetett adni szavazatot így. Tehát nem számolták bele, és szerintünk szabálytalanul és csalással fogadták el, és pontosan ezért szól arról ez a dokumentum, hogy a kormány támadja meg az Európai Unió Bíróságán ezt a szavazási eljárást, ezt a bizonytalanságot, teljesen mindegy, hogy csalásnak hívjuk, vagy eljárási bizonytalanságnak, nem volt jogszerű. Mi azt látjuk, hogy az Európai Parlament az erkölcsi tekintélyének az utolsó morzsáit éli fel akkor, amikor úgy ítél el egy jogállamisági ügyben egy országot, hogy a saját jogállamisági szabályait is semmibe veszi. Ezért fontos, hogy felkérjük a kormányt, hogy a szükséges jogorvoslati lehetőségeket tekintse át, és indítsa meg az eljárást. Ha én úgy tudom, hogy ezen már az igazságügyi minisztérium dolgozik, hogy ez megtörténjen. Még egyszer akkor a jelentésben foglaltakról azt szeretném mondani, hogy azt láttuk, a mai vitában is kiderült, hogy miért szavaztak úgy az ellenzéki képviselők, ahogy szavaztak. Tegyük még egyszer tisztában, a Gyurcsány párt és a Szocialista párt megszavazta, és a Párbeszéd megszavazta. A Gyurcsány párt, a Szocialisták és a Párbeszéd megszavazták a sargentini jelentést, a Jobbik és az LMP Sunyin tartózkodott, vagy távol maradt ettől a jelentéstől, és nem nyilvánított véleményt. Ők sem álltak ki Magyarország ellen. Nagyon fontos, hogy el szeretném mondani, ami a vitához csak részben kapcsolódik, hogy elindítottak egy másik 7-es cikkely szerinti eljárás Lengyelországgal szemben. Nyilvánvalóan azért, mert Lengyelország a másik leghangosabb bírálója a Brüsszel bevándorláspárti politikájának, és ezért a lengyeleket is meg akarják büntetni. Mi csak azt szeretnénk mondani, hogy mi azt szeretnénk, hogy ez az eljárás mi hamarabb megszűnjön, lezáruljon, és hogyha olyan szakaszba jut, akkor a lengyel barátaink mellett vétót fogunk emelni, és így nem fog tudni átmenni az ellenük intézett támadás. Ez szerintem nagyon fontos elmondani. Én arra kérem önöket, mert hogy valahogyan szerintünk most van miért egy irányba húzni. Most van miért egy irányba menni, és van miért egy irányba húzni, mert Európában a magyar kormány mellett egyre többen vannak olyanok, akik a cselekvésüket a lényeges dolgokból és a valóságból vezetik le.
reméljük, hogy önök is tudnak ehhez a cselekvéshez csatlakozni, és én azt gondolom, hogy itt az idő arra, hogy ennél a határozati javaslatnál legalább részben korrigálják korábbi döntéseiket, és most a magyar érdekek és a magyar emberek mellé állnak, és megszavazzák az előttünk fekvő országgyűlési jelentést. Én erre kérek mindenkit. Köszönöm szépen!